Na szerusztok, drágoságaim! Pálinkás, jó reggelt kívánok innen a taxiból. Hát gondoltam, hogy ilyen taxis videókat csinálok nektek azért, hogy elmeséljem az aznapi élményeket. Hát mai nap. Ja, apropó, hát taxizom. Nézd meg! A mai nap hát egy érdekes jelenség volt. Persze úgy kezdtem a napot, hogy nagyon jól indult, és aztán egy részeg, hát még mondjam azt, hogy még ismerős is, mert köszönő viszonyban voltunk eddig, kiúszta a dugót, nagyon parasztul megpróbálta a felsőbbrendűségét mutatni, de nem ez a lényeg, hanem inkább egy olyan szeretnék elmesélni, ami pozitív. Hát képzeljétek el, hozok egy mamakát ki a reptérre, és 83 éves. Észventura? Hova ment? Valami ilyesmi. Nem is tudom, hogy hova ment. Ma azt mondja, hogy kívánja a meleget. 83 éves, találkozik a testvérével, van egy lány testvére, az Hamburgból repül, és tele önbizalommal, jókedvel, és 83 évesen, hát hogy megy? Egy egész hónapra kirándulni. Na gyerekek, hát azt mondja, hogy áprilisban foglalta le, 1800 euró volt repjeggyel együtt, és hát atyám, 83 évesen mennek kirándulni, és azt kell mondjam, hogy igazából igen, ez az élet, ez a példa, amit követni kellene, és ezt kellene igazából megtanulni nekünk is, hogy létezik ilyen, és van, és el lehet menni 83 évesen is. Azt mondja, hogy hát nincsen autója, és biciklivel jár, de azt mondja, hogy ezzel sporolja ki a kirándulásait, és mindig ilyen minimum 3 hétre mennek el kirándulni, és mindig viszi a testvére is megy vele. Na hát biztos, hogy jó, ugye nem kérdeztem rá a nyugdíj, hogy az milyen, de egy jó nyugdíjuk lehet. És az mellett azt mondja, hogy azért nem kocsizik, hogy ki keresi azzal a pénzzel a kirándulását. Ugye hát nincs szüksége neki, amikor a nagy távolságokon meg, hogy mindenütt kocsizzon. És igaza is van, a biztosítással, üzemanyaggal, kopással, stb. Ugyanott van, hogy elmehet akármikor, egy 4 hétre nyugdíjas időből kitelik. Hú, atyám, hát feldobta az egész napomot. Na, kedves hallgatóim! Ha tetszenek ezek a videók, akkor ugye iratkozzatok fel a csatornára, de én azt kell mondjam nektek, hogy hát körülbelül így kellene élni, és bele kell húzni a cimbalomba, mert gyönyörű. Persze ugye elmondta, hogy azért még 10 évvel ezelőtt még dolgozott, de ti láthatok volna ezt a 83 éves mamakát, hogy mozgott. Sajnos azt kell mondjam, hogy édesanyám ugye 74-dik, és hát mellette 100 éves. Na, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy élni kell, gyerekek, meg kell élni a mindennapot. Úgyhogy puszi felhő nektek, vigyázzatok magatokra, kövessetek a videóimat, és remélem, hogy lesznek érdekes ötletek még, amik nektek is tetszenek. Szerusztok!